Jó estét kívánunk, drága gyülekezet! Good evening, dear church. Örülünk, hogy itt vagytok velünk. It's good to have you with us. Azért jöttünk mi is most el ebbe a házba, ide az Istennek a házába. We came to the house of God here. Hogy Istent imádjuk. To worship God. Ti is ezért csatlakoztatok most ma este. And you have joined for the same purpose. Hívunk arra, hogy dicsérjük együtt most a mindenhatót. And we're calling you to praise the Almighty. Ott, ahol vagy. Wherever you are, úgy, ahogy vagy. Whatever way you are. Gyere és dicsérd őt, a mindenható Istent. And praise him, the mert ő örökkévaló, because he's csodálatos, hűséges, fenséges Isten. Faithful, majestic God. Megéri őt dicsőíteni. It's really worth it. Gyere, imádd őt. Come and let's worship him. Senki nem ül fel.
kegyelmeddel te hoztál újra el. Általad szabad vagyok, ezért most mindent átadok. Hát Istenem, dicsérlek. Hirdetem, hogy bennem élsz, bennem élsz. Mindenét, amit tettél, zenemet kizzel, dicsérlek én, drága érdalmat. Kérlek így szerint, adássák rajtam, minden volt, szerelmet, ma is látod, elég térdelek, Uram, dicsérlek, mert megtettél. Hát rólad szeg, énekel, a háztetőkről hirdetem, hogy bennem élsz, bennem. Szeretem a biztos helyen, csak benned él, benned él. Mindenért, amit tettél. Mindenért, amit tettél, felemet kézzel dicsérlek én, drága irgalmat, a szél kényszerít. Hadd lássák! Lássák rajtam mindenhol, hogy szerelmet ma is lángol. Elét érdelek, Uram, imádlak, mennem. A drónad szeg érdem, a háztetőkről hirdetem, hogy bennem. Egyedül te vagy a végtelen király, a végtelen király. Kezeim feléd kinyújtom, Jézus, egyedül te vagy a végtelen király, a végtelen király. Kezeim
nem vagy egy ember által kitalált Isten, a tetteinkkel sem tudunk megnyerni téged. Nincs szükség arra, hogy bármit adjunk neked, Teremtő, és ezt így tervezted el. Te nem vagy egy ember által kitalált Isten, a tetteinkkel sem tudom megnyerni téged, de nincs szükség arra, hogy bármit adjunk neked, Teremtő, és ezt így tervezted. Te rajtad kívül nincsen más Isten, előtted sem volt, és utánad sem lesz. Hűségem irányít mindent, a kezedben tartod minden percemet. Sem múlik el, de vagy egyedül, csak méltó, hogy dicsőítsenek, Uram vagy, és ezt így tervezted el. Te vagy egyedül, méltó. Te vagy egyedül, csak Isten, veled senki nem érte, az, amit tettél, értünk. Az sosem múlik el, te vagy egyedül, csak méltó, hogy dicsőítselek, Uram volt, és ezt így tervezted el. Te rajtad kívül nincsen más Isten, előtted sem volt, és utánad sem lesz. Nincsen más Isten, előtted sem volt, és utánad sem lesz. Hűséged irányít mindent, a kezedben tartod. Minden becsemed, te rajtad kívül,
kívül nincsen más Isten, előtted sem volt, és utánad sem lesz. Hűséged irányít mindent, a kezedben tartod minden percemet. Világosságom és segítségem, te vagy Uram, kitől félnék. Életem ereje, csak te vagy, miért retteknék? De megúsz engem a veszedelemben, elrejtesz a szárnyaid alá. Csak egyetlen vágyom, hogy lakasson mázod, életem idején. Lábodnál hadd idézek el, és gyönyörködjek benne, amíg csak élek. Felemelted fejed, és mikor hívtalak, te meghallgattál. Sziklára állítottál, minden bolyból kimentettél, ezért a szívem tégre. És karoddal vezetsz, és mindenre csak egyet nem várom, hogy lakasson mázodon, életem idején. Lábonnál hadd időzzek el, és jöjjönköd egy bennem, amíg csak élek én. Én egyszer felemelt. Felemelted fejed, és mikor hívtalak, te meghallgattál. Sziklára állítottál, minden boltból kimentettél, ezért a szívem véged áll. És soroddal vezetsz, és mindenben győztes. Don't touch me.
Nem vágyom, hogy lakossam ázadban életem idején. Lábadnál van időszeggel, és gyönyör kötyekben. Csak engem nem vágyom, hogy lakossam megvidámítottad a szívem, nincsen ellenem ítélet. Your food, the summer.
Mindenható Istenünk, te egy hűséges Isten vagy. Almighty God, you are a faithful God. És miattad egyenes most már az út hozzád. And it's because of you that we have a straight path towards you, because you have come for us. Megváltottál minket drága véren. You have redeemed us on your precious blood. És ezért most már teljesen szabadok vagyunk. And we are completely free. Az a vágyunk, Atyánk, hogy a te lábadnál ott lehessünk. We desire to be at your feet, Father. Vegyél most is minket körbe, Istenem, ezzel a szeretettel. Encircle us with this love. Mert igen, szükségünk van rád. Because we do need you. Megvalljuk, hogy ma is szükségünk van rád. We confess that even today we olyan need jó, you. Hogy a mindenható Istennel közösségben lehetünk. And it's so good to have fellowship with Almighty God. Hogy találkozhatunk veled, Atyánk, bármikor. That we can meet you, Father, whenever we want to. Csak egy imára vagy. You are just a prayer away. Így jöttünk most eléd. That's how we have come to you now and are standing before így you. Várunk rád, hogy töltsd be a mi szívünket a te lelkeddel. And we're waiting for you to újra. Fill our hearts with your spirit again. És újra. And again. És újra. And again. Szólj hozzánk, Istenünk, a Janin keresztül is. Talk to us, our God, through Jani. Használd a te üzenetedet. Use your message. Jézus drága nevében imádkoztuk mindezt. We prayed in the precious blood name of Jesus. Amen. Amen. De hogyha van Bibliátok, akkor legyetek szívesek, lapozzatok oda Sámuel első könyvének a 18. részéhez. But if you have a Bible, then turn to the first book of Samuel, chapter 18. És egyébként, ha megnézed ezt a részt, akkor ez egy elég bizarr dolgot tartalmaz majd. Well, if you look at this part, it's going to contain some bizarre parts. De tedd fel a kérdést, hogy ebből a részből is tényleg mit akar mondani neked Isten? Állj így az ige előtt. But just ask yourself, what is God going to tell me through this? Let this be your approach to the word. Szóval a Sámuel első könyvének a 18. részéig jutottunk. So we have come as far as the 18th chapter of this book. És a 11. versnél hagytuk abba a múlt héten. And we've covered verse 11. Ennek a sorozatnak tudjátok az a címe, hogy Szólj, Uram. And you know the title of this series is Speak, Lord. És egyébként Sámuel első és második könyvét tartalmazza majd. And it will contain the two books of Samuel. És ez azért van, mert nagyon erősen látni a könyvben, hogy Isten vezetni szeretné az embereket, szólni szeretne az emberekhez. And it's because you can see it very clearly in this book that God would like to lead people, would like to talk to them. És bizonyára te is úgy vagy vele, hogy szeretnéd mindig a jó döntést hozni, vagy a bölcs döntést tudni valakitől. And I'm sure you would also like to make wise decisions or know what's wise to do from somebody. És lehet, hogy most azt a kérdést teszed, hogy van egyáltalán ilyen, hogy mindig a jót döntsük. And you may be asking now, does it even exist that we can always make the right decision? Nem hiszem egyébként. Well, I don't think so. Mert gyarlók vagyunk.
We are just human. De van egy személy, aki mindig meg tudja nekünk mutatni a helyes döntést, és ez Isten maga. But there is a person who can always show us the right decision, God himself. Van, aki így felajánlja ezt az emberiségnek, hogy szeretné őket szeretni és vezetni. So there is somebody who offers this to humanity, who would like to love them and lead them. Egyébként a múlt héten ugye félbevágtunk egy sztorit. Last week we just cut a story in half. Egy nagyon furcsa és egyre bizarabb történet, és most azt fogjuk folytatni. A rather strange and bizarre story we are continuing with. Dávidnak a történetét nézzük, annak a Dávidnak, aki legyőzte Góliátot. Story of David, the one who overcame Goliath. És itt az első lépéseit néztük meg. And we looked at his first steps. Azt láttuk, hogy sikeressé vált nagyon a nép előtt, sikeressé, mint Izrael akkori királya Saul. And we saw him becoming successful in front of the people, even more successful than the king Saul. És ezért, meg a benne dúló bűntudat miatt Saul, a király, megpróbálta több ízben megölni Dávidot. And because of that, and because of the sense of guilt that Saul had in himself, he tried to kill David. De érdekes módon azt találtuk, hogy ennek ellenére Dávid hűséges maradt a királyhoz, és szolgálja őt tovább. But we found that, interestingly, David remained faithful to the king and continued to serve him. És azzal a megállapítással fejeztük be, and we finished with the conclusion, hogy van ebben is felülről való, Istentől való bölcsesség. That there is divine wisdom from above in it. Hogy ezek a Saulok az életünkbe, akik így megkeserítik az életünket, az Isten eszköze, hogy munkálkodjon bennünk. That these souls in our life, the people who make our lives bitter, are instruments in the hand of God. És hogyha elfutunk ezek elől, a Saulok elől, akkor Isten munkája elől futunk el. And if we run away from these people, we run away from the work of God. Tehát Dávid még mindig a helyén marad, innen folytatódik a történet. So David remains still in his place. És innen már csak egyre rosszabb lesz Saul. And Saul is just getting worse and worse. És hogyha olyanok vagytok, akik szeretik így képileg elképzelni azt, amit olvasnak a Bibliában. And if you like to picture yourself what you read in the Bible. Akkor van egy olyan része, amit majd ne képzeljetek el. And then there is a part that I suggest you shouldn't use your imagination. Szóval folytassuk a 12. verstől. And let's continue with verse 12. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Többször láttuk, hogy Dávidot megpróbálta megölni Saul. We saw it several times that Saul tried to kill David. Miközben Dávid neki szolgál, Saul feléje hajította a dárdáját. While David was ministering to him, Saul threw his javelin at him. És Dávid elhajolt előle két ízben is. And David avoided it twice. És akkor azon gondolkoztam, hogy egy ilyen harcban sikeres srác. And I was thinking that a young guy who is successful in battle. És csak emlékezzetek rá, ő egy darab kavicssal fejbe vágta Góliátot. Just remember, with just one pebble, he hit Goliath in the head. Szerinted mennyire lett volna neki könnyű megfogni a dárdát és átszúrni Sault, akármilyen messziről odavágni? How easy it would have been for David to thrust Saul through with his spear. Hidd el, hogy egyáltalán nem lett volna nehéz neki megölni, visszafizetni Saulnak. Believe me, it would not have been difficult for him to revenge on Saul. És én azt gondolom, hogy éppen ezért kezdett tőle félni Saul. And I think that's why Saul started to be afraid of him. Mert megmutatta Dávid, hogy vele van az Úr, ő nem adja vissza azt, amit kap Saultól. Because David demonstrated that the Lord was with him, and he didn't repay for Saul. Ugye Sault ezt borzasztóan idegesítette. And Saul was extremely nervous about it. Ezért olvassuk a 13. verset.
That's fine. We read in verse 13. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép elején. Ez egy borzasztó képmutató döntés, amit itt csinál Saul. That was an extremely hypocritical decision. Úgy néz ki Saul a nép szemébe, mint egy nagyon megtisztelné Dávidot, ilyen magas helyre emeli fel. Well, Saul looks in the eyes of the people as if he was lifting David up to a very special place. De igazából csak arról van szó, hogy szeretne megszabadulni az irigységének a tárgyától. But actually he would just like to get rid of the object of his envy. És az a terv, hogy Dávid mindig legyen a csatában, ugye menjen előre, legyen vezér, hát ha megölik ott a csatában. And his plan is for David to be always at front in the battle, hoping that he may be killed one day. De nézd meg, hogy bármit forralt ellene Saul. But you see, no matter what plans Saul cooked up. Nem szabad elfelejteni, mi most jön a 14. versben. Have to remember what we have in verse 14. Dávid minden útján sikerre járt, mert vele volt az Úr. És egy másik fordítás azt mondja, hogy ő eszesen viselte magát, mert vele volt Isten. Another translation says that he acted wisely because God was with him. Ha emlékeztek rá, a Római levél 8. rész 31. verse nagyon erősen mondja, ha Isten velünk van, akkor ki lehetne ellenünk? Nincs senki ellenünk. If you remember, Romans 8:31 says that if God is with us, who can be against us? És ugye Saulnak sok mindene volt, mert volt rossz indulata, meg féltékenysége, meg királysága, meg katonái. Saul had a lot of things. He had his ill will, his jealousy, his kingdom and his soldiers. Szóval sok minden volt Dávid ellen. So there were a lot of things against David. De olyan jó azt olvasni, de vele volt az Úr. But it's so good to read that the Lord was with him. És erről olyan sokszor elfeledkezünk, hogy ebbe bele tudunk mi is kapaszkodni. And so many times we tend to forget that this is something that we can hold on to. Hogy viselkedhetünk eszesen mi is, bölcsen, mert velünk van az Úr. That we can act wisely because the Lord is with us. És csak gondolj bele most egy picit, légy szíves, velem együtt így a saját életedre nézve, gondolkozzunk egy picit. But just think about your life now together with me. Biztos, hogy nem könnyű bölcsen viselkedni, amikor lándzsákat dobálnak feléd. I'm sure it's not easy to act wisely when you have spears thrown at you. Én ezt úgy képzelem el, amikor rosszakat mondanak rólam. Néha a szavak sokkal jobban fájnak, mint ha megütnének. I imagine it like words are thrown at me, and sometimes words can hurt even more badly. És nem könnyű bölcsen viselkedni, amikor erős, meg határozott az ellenséged, aki jön ellened. And it's not easy to act wisely when you have a very firm and determined enemy. Szóval nagyon nehéz ilyen szörnyű körülmények között eszesen viselni magad bölcsen. So it's very difficult to act wisely among these terrible circumstances. De ez a történet elmondja nekünk, hogy ha az Úr van velünk, akkor meg tudjuk tenni. But the story tells us that if the Lord is with us, we can do it. Isten velünk van most is. God is with us now. Isten veled van most is. God is with you now. És amíg nem is hívtad be a szívedbe, közel van hozzád, főleg ha most ezt így hallgatod. And even if you haven't invited him into your heart, he's near you, especially if he's listening to this. És ha Isten velünk van, kicsoda lehet ellenünk? And if God is with us, who can be against us? Nem úgy kéne viselkedünk, mintha nem lenne velünk az Úr. We should not behave like he wasn't with us. Hanem így belekapaszkodhatunk, hogy Isten velem van. But we can hold on to him. God is with me. És Isten érted van, nem God, ellened. God is for you, not against you. Ugyanúgy, ahogy ott volt Dáviddal. The same way he was with David. És vegyetek észre még egy dolgot. And notice one more thing. Ugyanezt olvastuk, amikor Dávid még nem volt népszerű. Azt olvastuk, hogy ő akkor is eszesen viselte magát. We read the same thing when David was not popular yet, that he acted wisely. És ugyanezt olvassuk most is, amikor már nagyon népszerű. And we read the same thing when he's extremely popular. Dávidnak a karriere, az útja, az semmit nem változtatott magán a személyen, aki volt Dávid. His career, his way upwards hasn't changed him as a person. Ugyanolyan maradt. He remained the same. Bölcsen az Urat választotta mindig. He chose the Lord wisely always.
ahogy már mondtam korábban is, az embereknek a dicsérete az a jellemnek a próbája lesz mindig. As I told you before, a people's praise is a test for your character. És ezt is tanulhatjuk Dávid történetéből. And that's something we can learn from David's story. Mert lehet, hogy te is egy olyan helyen vagy most, amikor népszerű vagy, amikor a karriered jól megy. You may be at a place when your career is on an upward stage and you're popular. Szerintem egy jó mérő dolog az, ha megkérdezed magadtól, hogy ilyen voltam akkor is, amikor még nem ment jól, amikor még nem voltam népszerű. And it's a good test to ask yourself, was I the same when I was not popular yet? És tudod, mindenki, aki Istennel jár, biztos, hogy meg fogja tapasztalni ezt a kísértést. And you know, everybody who walks with God will experience this temptation. Mert Isten fölemeli, megáldja. Because God lifts you up and blesses you. És ott lesz a keze az életeden. And his hand will be on your life. És eljön majd az a pont, amikor az emberek így elkezdenek rád nézni föl, hogy fú, milyen jó ember vagy. And at some point people will start to look up to you, what good person you are. Ott lesz a jellemünknek a próbája majd. And that will be the test of your character. És csak az fog tudni megállni ebben, aki erősen kapaszkodik, erősen Isten igéjén áll. And you can only stand if you hold on to God firmly and stand on his word. És Istenben van az identitása, nem abban, hogy mit mondanak az emberek, hanem hogy mit mond Isten. And if your identity is in God, not in what people say. Aki sokkal inkább él él Istenért, mint az emberekért. If you live much more for God than for people. Nem úgy, mint Saul, ugye, aki állandóan azt nézte, hogy mit mondanak az emberek róla. Not like Saul, always looked at what people said about him. És nagyon érdekes, mert Jakab levelében megtalálod, olyan, mintha megtalálnád Sault, meg Dávidot így leírva, a jellemüket. It's very interesting in the letter of James, as if you could see David and Saul, their character. És itt egy elgondolkodtató igevers, csak felolvasom, és tényleg gondoljátok át. So this is just a verse to think through. Jakab 3:13-18-ig fogom James olvasni. James 3:13-18. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzaval és mindenféle gonosz tett található. Ugye, mint ahogyan Saul életében látjuk ezt egyre inkább. Just like in Saul's life, we're seeing it more and more. És a 17. vers. Verse 17. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Látod, mintha Sault meg Dávidot látnánk. You see, it's just like Saul and David. De Saul egyre inkább csúszik le, és folyamatosan megpróbálja megalázni, megsemmisíteni Dávidot. And Saul is going further down and tries to destroy David. Olvassuk tovább a 15. verstől. Let's read on from verse 15. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz. Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérábot. Csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait. Mert így gondolkozott Saul, ne én pusztítsam el, hanem a filiszteusok. Akkor jön a következő stratégiája Saulnak. So, next strategy of Saul. Most meg a saját lányát használja föl ebben, hát nagyon jó apa. He uses his own daughter, a very good father. És el is felejtette már, hogy egyébként is Dávidnak meg kellett volna kapnia a Saul lányát. And Saul forgot that David should have been given Saul's daughter anyway before. Hiszen az annak ígérte, aki megöli Góliátot. Because he promised his daughter to the one who kills Goliath. Csak nem, eddig nem állta a szavát.
But he did not fulfill his word. És most így úgy jön Dávid elé, mint hogyha megint valami nagy kegyet mutatna. And now he comes to David as if he was very gracious to him. Hogy van minden rendben, gyere, legyél a családomnak a része, odaadom a lányomat. Oh, just come, be part of my family, I give you my daughter. És nézd meg, hogy hogyan manipulálja Dávidot. And just note the manipulation. Mert nagyon jól tudja, hogy Dávid nagyon szereti az Urat, és ég az Úrért. Because he knows very well that David loves the Lord, as is on fire for the Lord. Látod, azt mondja neki, hogy gyere, vedd el a lányomat, és harcold az Úr harcait, legyél az én vitézem. He says, come, marry my daughter, and fight the battles of the Lord. És tudod, Dávidnak ez volt a mindene, Istenért harcolni. And you know, David was all about that, fighting for God. Isten nevébe szolgálni bárhol. And ministering, serving in the name of God anywhere. Pontosan tudja Saul, hogy mit akar. Saul knows exactly what he wants. Az Úr nevét használja a saját mocskos céljainak az eléréséhez. He uses the name of the Lord for his own dirty purposes. De a Szentlélek az bemutatja, megmutatja nekünk, hogy mi ment igazából Saulban. But the Holy Spirit shows us what actually was going on in Saul. Hogy inkább akkor pusztítsák el a filiszteusok. So let the Philistines kill him. De talán föltennéd a kérdést, hogy mi köze van Dávid házasságának a filiszteusokhoz. You may ask, what David's marriage has to do with the Philistines? A 25. versben majd meg fogjuk látni a kapcsolódást. In verse 25, we will see the connection. A hozomány miatt, amit Saul majd szeretne kérni Dávidtól. Because of the dowry Saul will require from David. Nézzük tovább, 18. vers. Let's go on, verse 19. Dávid ezt felelte Saulnak. Ki vagyok én? Mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak? Egyszerűen csak kijönti a szívét, hogy hogyan tudnám ezt megcsinálni. He just pours out his heart. How could I do that? Hogyan tudnám megfizetni egy hercegnőnek a hozományát, amikor én egy senki vagyok? How could I pay the dowry of a princess because I'm a nobody? És egy érdekes fordulat jön, 19. vers. And a strange turn of the events, verse 19. De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul lányát, Mérábot, mégis Meholai Adriélhez adták feleségül. Egyszerűen Saul úgy dönt, hogy jó, hát hogyha tétovázol, akkor nem adom neked, odaadja másnak. Saul just decides that, well, David, if you hesitate, I will give her to another one. Pedig Dávidnak kellett volna adni, hiszen megígérte. But he should have given her to David because he had promised that. Amikor Dávid tétovázik, akkor Saul stratégiát vált. When David hesitates, Saul changes his strategy. És másnak adja a lányát, megpróbálja így megsérteni Dávidot. Gives his daughter to someone else, tries to offend David. Látod azt, hogy valószínűleg megsebezte, meg megalázta ez Dávidot, ez az egész. And you see, probably David was really hurt and offended by that. Tudod, hogy honnan lehet ezt tudni? You know, how can you know that? Több zsoltár szól ezekről az időszakokról. There are some psalms about these times. Hogy mennyi küzdelme, meg fájdalma volt Dávidnak ott belül Saul miatt. How many struggles and how much pain David had because of Saul. De ha látod vagy olvasod ezeket a zsoltárokat, akkor megkapod a választ is, hogy hogyan élte ezt túl, hogy tudott tovább lépni. But reading these psalms gives you the answer how David could survive that and could go on. Ő mindig Isten elé pakolta a fájdalmait. He always brought his pain to God. De tudod, nem csak a fájdalmat, a haragját, mindenét odarakta Isten elé. And not just his pains, his anger and everything. David nem csak egy nagy dicsőítő volt, hanem egy nagy imaharcos is volt. David was not just a great worshipper, a great prayer warrior. És van, hogy egy zsoltárban látod azt, amikor kijönti a haragját, és a végén, ahogy Isten átváltoztatta és dicsőíti Istent. And sometimes you see it in the same psalms that he pours out his anger and then in the end ends up glorifying God. Ez is, amit tanulhatunk Dávidtól. That's something to learn from David. Hogyan maradt a helyén ennyi ideig ezeknek a dolgoknak az ellenére, úgyhogy mindig Isten elé ment. He remained in place in spite of all these things that he always went to God. Mert Saul nem fejezi itt be, még megy tovább, nézd. Because Saul did not finish it here. He goes on, you see? 20. 21. vers. In verses 20 and 21.
Saul leánya, Mikál azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő helyeselte a dolgot. Ezt gondolta ugyanis Saul, neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és elpusztítják a filiszteusok. Ezért másodszor is ezt mondta Saul Dávidnak, ezúttal a vőm leszel. Na most ezzel van egy kis probléma. Now there is a little problem here. Mármint nem csak Saullal, hanem maga a lányjal, és hadd álljak meg itt egy pillanatot. Not only with Saul, but with the girl herself. Az a lány, aki beleszeretett Dávidba, ővele van egy kis probléma. There is a bit of a problem with the girl who fell in love with David. A 2 Samuel 6:16-ból olvasom. I'm going to read from 2 Samuel 6:16. És ez az időszak, amikor Dávid visszaszerezte Istennek a ládáját, és hozzák vissza a ládát. And that's the time when David recovers the Ark of the Covenant, and they are bringing it back. És dicsőítik az Urat, és így vonulnak. And they are worshiping the Lord, and they are marching. De Mikál, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Na most ebből látni, hogy Mikál milyen szinten állt Istennel. And this shows us Mikál was with God. Itt van egy lány, aki Isten népéből való, Saulnak a lánya. Here is the girl from the people of God, the daughter of Saul. De nagyon nem ott van Isten imádatában, ahol Dávid. Nagyon nem ott van a szíve. But her heart is nowhere near David's in worshiping God. És láthatóan nem Istenért él. And obviously she is not living for God. De ahogy ezt már említettem korábban is, Dávidnak sajnos a legnagyobb gyengéi azok a nők voltak. But as I have mentioned before, the greatest weakness of David was women. És tudod, egy Istenben erős embert ott fog támadni a sátán, ahol a gyengéi vannak. And you know, a man strong in God, or a person strong in God, will be attacked by Satan just at their weaknesses. Ott fog jönni, ahol gyenge vagy. He will come at you where you are weak. Ő ismer minket, ő tanulmányozott minket. He knows us, he has studied us. Tudja, hogy hol vannak a gyengéid. Knows our weak points. És azt fogja hozni majd ellened. And he will use those against you. Szerintem ez egy nagyon fontos bölcsesség, hogy ismerjük meg, ismerjük fel a gyengéinket. I think it's a very important piece of wisdom to know our weaknesses. Merjük bevallani, hogy az a gyengénk, nem magyarázgassuk állandóan, hogy mi kézben tartjuk. And we should not be afraid to confess these weaknesses and not explain away them. És erősítsük meg ezeket a területeket. And strengthen these areas. És tudod, hogyha éppen ez tényleg az ellenkező nemmel kapcsolatos neked is, mint Dávidnak. And if it has to do with the opposite sex, just like with David. Akkor muszáj a szívedbe vésned egy verset. Then you have to engrave a verse in your heart. 2 Korintus 6:14-től. 2 Corinthians 6:14. És szerintem ez nagyon fontos. Nagyon fontos a gyülekezet tisztaságával kapcsolatban ez is. And I think it's very important for the cleanliness of the church. Ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonossága van Krisztusnak Béliál között, vagy milyen közösség van a hívő és hitetlen között. Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesznek, így szól a mindenható Úr. Dávid életében Mikál egy ilyen felemás iga volt. Mikál was just like this uneven yoke in David's life. És Isten azt mondja a kereszténynek, hogy ne legyen egy ilyen felemás igában. And God tells a Christian not to be yoked unequally. Ugye persze nem arról szól ez az igerész, hogy a keresztények ne legyenek közösségben nem hívőkkel.
Of course it's not about Christians not being together with unbelievers. Mert akkor hogyan mondanánk nekik az evangéliumot? Hogyan mutatnánk meg nekik Jézust? And how could we share the gospel with them? How could we show Jesus to them? Nem, itt arról szól, hogy ne kösd össze az életedet egy házasságban egy nem hívővel. It's about not being joined together with an unbeliever in marriage. Mert az tönkre fog tenni téged. Because it will ruin you. És Dávidnak ez egy ilyen iga volt. And that was a yoke like that for David. Tudod, nem egy olyan embert akarsz magadnak házastársként, aki csak úgy elmondja, hogy hívő vagyok. And you don't want a spouse who just says that I'm a believer. Hanem olyat szeretnél, aki így ég az Úrért, akivel majd egy irányba mentek. But one who's on fire for the Lord, who you can walk with in one direction. Aki, amikor te elbuksz, majd föl fog emelni, és Isten elé fog vinni. And when you fall, he or she will lift you up and take you to God. De nézzük tovább Saulnak a sztoriát. Let's go on with the story of Saul and David. 22. verstől olvassuk. From verses 22. És megparancsolta Saul az udvari embereknek, hogy így beszéljenek Dáviddal bizalmasan. Nézd, a király kedvel téged, és az udvari emberek is mind szeretnek. Légy tehát a király veje. Saul udvari emberei el is mondták Dávidnak ezeket a dolgokat, de Dávid így felelt, olyan csekélynek látjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok. És jelentették az udvari emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. Akkor ezt mondta Saul, mondjátok meg Dávidnak, hogy nem kíván a király mátka pénzt, csak 100 filiszteusnak az előbőrét. Így állj bosszút a király ellenségein. Saul ugyanis azt gondolta, hogy a filiszteusok által ejti el Dávidot. Amikor azután az udvari emberek elmondták Dávidnak ezeket, Dávid is helyeselte a dolgot, hogy a király veje legyen, még mielőtt letelt volna a kitűzött idő. Na hát ez egy elég bizarr kérés szerintem. So that's a rather bizarre request. Hogy csak tisztázzuk, hogy Dávid menjen, harcoljon a filiszteusokkal. Just to clarify that David should fight against the Philistines. Öljön meg 100-at, metélje körül őket, és az előbőrüket hozza el a királynak. Borzalom. Kill 100, circumcise them, and then bring the skins to the king. Azt mondja Saul, nem kell nekem semmiféle hozomány, csináld meg ezt a brutál dolgot nekem. So says, oh, I don't need any dowry, no price, just do this brutal thing for me. És érdekes, hogy Dávid igazából kicsit olyan naív, nem? Hogy azt mondja, hát ezt meg tudom csinálni. And David is, he looks like a bit naive. That well, I can do that. Hogy Isten ellenségei ellen harcoljak, persze megteszem, ez semmi nem lesz. Fighting against the enemies of God, of course I do that. De Saul meg közben az volt a terve, hogy így biztos, hogy ki fogják nyírni Dávidot. But Saul's plan was that he was sure that David will be killed in the process. Nekem annyira tetszik egyébként, így áttetszik ezen a történeten Dávidnak ez az egyszerű, Isten szerető szíve, tudod, hogy jó, megyek, amit az Úr akar, megyek. I like the way David's simple, God-loving heart transpires through the story. That, well, okay, I'm going. És tudod, lehet, hogy azt mondod, hogy ehhez vaknak kell lenni, hogy valaki ne lássa már ebbe a sztoriba, hogy hogyan akar-e kihasználni, hogy Saul. And you may say that you must be blind in order not to see how Saul wants to misuse you. De egy pár perc, és látni fogod, hogy Dávid nem vak. But in a few minutes you'll see that David is not blind. És Dávid nem naív. And not naive. Dávid csinálja, amit Isten mond neki. David does what God tells him to do. És Dávid alázatos. And he's humble. És addig ott marad, és addig teszi, amit a király mondott, amíg Isten nem mondja neki, hogy menj tovább. And stays in his place as long as until God tells him to go on. De annyira szeretem, hogy itt van egy olyan jó üzenet így az egyszerű embereknek, mint én. And I like it that there is a message here for the simple people like me. Látod azt, hogy ilyen egyszerű emberek hogyan élhetik túl ilyen kemény helyzeteket. You can see how simple people can survive such difficult situations. Amikor árulás van, amikor hazugság van, amikor manipuláció van körülötted. When there is betrayal, lies, manipulation around you. De ha szereted az Istent őszinte szívvel, akkor tudhatod, hogy ő veled van. But if you love God with a sincere heart,
You can know that he's with you. És egyetlen dolog, amiben hűségesnek kell lenni, az a vele való járás, és ő hűséges lesz veled. And one thing you have to be faithful is to walk with him, and he will be faithful. Szerintem ez egy nagy bíztatás ebből a történetből. I think that's really good encouragement from this story. De nézd meg, mit csinál Dávid. And look what David does. 27. vers. Verse 27. Elindult és elment Dávid az embereivel együtt, és levágott 200 embert a filiszteusok közül, elhozta Dávid az előbőrüket, és odaadta az összeset a királynak, hogy a király veje lehessen. Ekkor hozzáadta Saul a lányát, Mikát feleségül. Látod, Dávid nem naív. You see, David is not naive. Dávid istenfélő. He fears God. Aki szereti Istent. He loves God. És Isten neki a legfontosabb. And God is the most important for him. Látod, Saul azt mondta neki, hogy 100-at kérek. Saul said 100. Dávid azt mondja, hogy megmutatom, hogy képbe vagyok. A dupláját fogom elhozni. And David said that, well, I show that I can do things, and I bring 200. Miközben Saul próbálja kihasználni, Dávid meg így, most elég hülye szó az így, de így megáldja őt. Többet ad neki, mint kér tőle. Well, while Saul is trying to misuse David, David, well, sounds a bit stupid, but he blesses him with double. Mi itt a felülről való bölcsesség egy ilyen helyzetben, amikor így ki akarták használni Dávidot? So what's wisdom from above in a situation when they want to misuse David? És Jézus is tanít erről a Máté 5-ben, a 40. verstől. And Jesus also teaches about it in Matthew 5 from 14. És tudod, ez a hegyi beszéd volt, amikor tanította a tanítványait. This is the Sermon on the Mount when he was teaching his disciples. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatod, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy a mennyei atyátok tökéletes. Abban az időben volt egy ilyen szokás, hogy egy római katona arra kényszerített, hogy vidd egy mérföldre a fegyvereit. In those times there was this custom that if a Roman soldier forced you to carry his weapons for 1 mile, akkor kötelességed volt vinni a fegyvereit egy mérföldig. Then you were obliged to do that. És Jézus erre mondja azt, hogy ezt megcsinálják veletek, tudod mit? Ha ezt csinálja veled valaki, akkor menj el vele kettőre. And Jesus said, you know, if they do this to you, just go with them for 2 miles. Csak menj messzebb, mutasd meg neki, hogy te megáldod, mert veled van az Úr. Just go further along, just show them that you bless them and the Lord is with you. És kicsit ezt látom Dávidban, hogy így megmutatja Saulnak, hogy figyelj, képbe vagyok. I see the same in David, that he just shows Saul that, well, I'm on top of this situation. És velem van az Úr. And God is with me. És Saul ezt látja benne. And Saul sees that. Olvassuk a 28. verstől egészen a 29-ig. And we'll read from verse 28 to 29-1. Saul azonban látta és tudta, hogy az Úr Dáviddal van, és Mikál Saul lánya szereti őt. Ezért még jobban félt Saul Dávidtól, és ellensége lett Dávidnak egész életére. A filiszteusok vezérei kivonultak harcolni. Valahányszor kivonultak, Dávid mindig nagyobb sikert ért el, mint Saul többi szolgája, ezért igen híressé lett a neve. Első vers. Saul elmondta fiának, Jonatánnak, és összes udvari emberének, hogy meg akarja ölni Dávidot. De Jonatán, Saul fia, nagyon kedvelte Dávidot. Csak hogy tiszta legyen, hogy mi történik itt.
Just to clarify what's happening here. Az eredetiben látod, hogy nem csak elmondta, hogy meg akarom ölni, parancsot ad, hogy öljék meg Dávidot. In the original it says not only that he said that he wants to kill him, but he ordered people to kill David. De ugye ott van Jonatán, akivel egy nagyon jó barátsága van Dávidnak, egy lelki barátsága. But there is Jonathan who has a deep friendship with David. És ott van a kettő között, ugye jó barátja meg az apja között. And he's between the two, his good friend and his father. Második vers. And verse two. És megmondta Jonatán Dávidnak, apám Saul meg akar ölni, ezért vigyázz magadra, holnap reggelig maradj a rejtek helyen, és rejtőzz el. Én pedig kimegyek, és ott állok meg apám mellett a mezőn, ahol te leszel, és beszélni fogok apámmal rólad. Majd meglátom, hogy mi lesz, és megmondom neked. Jonatán Dávidnak az érdekében beszélt apjával, Saullal, és ezt mondta neki, ne vétkezzék a király szolgája Dávid ellen, hiszen ő nem vétett ellened, sőt, sok jót tett neked. Rászól az apjára, hogy apa, bűnbe vagy, nem jó helyen vagy, nem látsz tisztán. He rebukes his father, a dad, you're in sin, you don't see clearly. És emlékezteti arra, hogy miket tett Dávid érte. And he reminds him of what David did for him. Ötödik verstől. From verse 5. Kockára tette az életét, leterítette a filiszteust, és nagy szabadulást szerzett az Úr egész Izraelnek. Te láttad ezt, és örültél. Miért vétkeznél az ártatlan vér ellen? Miért akarod ok nélkül megölni Dávidot? Saul hallgatott Jonatán szavára, meg is esküdött Saul, az élő Úrra mondom, hogy nem kell meghalnia. Ekkor hivatta Jonatán Dávidot, és elmondta neki Jonatán mindezeket, majd Saulhoz vezette Jonatán Dávidot, aki ismét olyan lett hozzá, mint azelőtt. A harc tovább tartott. Dávid hadba vonult a filiszteusok ellen, nagy vereséget mért rájuk, és azok megfutamodtak előtte. Egyszer az Úrnak az a rossz szelleme megszállta Sault, amikor házában ült, láncsával a kezében. Dávid pedig fengette a lantot. Na-na, mintha déjà vu-nk lenne. Ugyanezt történik megint. Wow, it's like déjà vu. The same thing happening again. Megint hol van Dávid? Dicsőíti az Urat, pengeti a lantot. Where is David? Worshipping the Lord, playing on the lute. Azért, hogy Saul jobban legyen. Látod, Dávidot látod szolgálni, már megint ugyanazon a helyen. So that Saul would get better, and we can see David serving in the same place. És látod Sault is ugyanazon a helyen. And you see Saul in the same place. Olyan érdekes, nem, hogy aki Istennel rendben van, az a harcok meg a nehézségek ellenére is ugyanott lesz. Szolgálja Istent, kitart mellette. And you see, if someone is in order with God, then in spite of all the difficulties and battles, they will keep following God and serving Him. De látod ott, akinek kemény a szíve. And you also see that somebody who has a hard heart. Az meg ugyanoda kerül vissza, ahol amikor a bűnébe volt. Ugyanazok a kísértések jönnek. Will end up being in the same situation among the same temptations and sin. Látod, ha a szíved nem változik Isten előtt egy bűnből. You see, if your heart doesn't change for God from sin. Újra és újra ugyanott fogod magad találni abban a kísértésben. You will end up being in the same temptation again and again. Saul ott van, már megint ül és a kezében a lándzsája. Saul is there again, with spear in his hand. És tudod mit, ha lehet, akkor kérd meg Istent, hogy vizsgálja meg a szívedet. And you know what? If you can ask God to examine your heart. Erre bátorít is minket a Biblia egyébként. And the Bible also encourages us to do that. Kérd az Urat, hogy vizsgálja meg a szívedet, hogy van-e ott olyan, ami nem kedves előtte. Ask the Lord to examine your heart, whether there is something that's not pleasing to Him in it. Keserűség, vagy harag, vagy irítség valaki felé. Bitterness or anger or envy. És ha van ott valami, és ezt megmutatja neked, akkor kérd meg őt, hogy így cserélje ki a szívedet, a kemény kőszívedet egy hús szívre. And if there is something and he shows that
to you than ask him to change this heart heart to a soft heart. Mert ezt te nem fogod tudni megtenni. Isten az, aki meg tudja tenni. Because this is something that you can't do. It's only God can do it. De látod, Saul nem változik. But you see, Saul doesn't change. Az élő Úrra esküszik, de aztán ugyanazt csinálja. He swears by the living God, but continues to do the same. Ahogy látjuk a tizedik versben. As we see in verse 10. Ekkor Saul lándzsájával falhoz akarta szegezni Dávidot, de ő félrehajolt Saul elől, és a lándzsa a falba fúródott. Dávid pedig kifutott, és elmenekült azon az éjszakán. Itt telt be a pohár. Wow. That was the last straw. És képzeljétek el, hogy innentől kezdve Dávid 25 évig menekül. And from this point on, imagine David will be on the run for 25 years. 25 év menekülés, és akkor tér majd vissza, amikor tényleg királlyá koronázzák. And he will return when he will be crowned as king. Csak gondolj bele, Isten megígérte neki. Just think of it. God promised it to him. Fölkenték őt királlyá. He was anointed king. Harcolta Izrael harcait. He fought the battles of Israel. És most 25 év üldözés és menekülés. Then persecution and being on the run for 25 years. És talán fölteszed a kérdést, hogy miért így? And you may ask, why so? De gondolkozz velem itt végül. But just come and think with me. Mert lehet, hogy te is így vagy vele. Because you may be also like. Egy ilyen helyen találod magad. Like finding yourself in a place like that. Hogy igazából te csak szolgáltad az Urat, meg szereted az Urat. You've been serving the Lord and you love him. De egy őrült Saul idézőjelbe üldöz. But there is a quote unquote crazy soul. És még mindig nem látod Isten ígéreteinek a beteljesedését. And you still don't see God's promises fulfilled. Gondolkozz velem. Just think with me. Isten biztos, hogy készít minket valamire ilyen helyzetekbe. God is surely preparing us for something in these situations. Hol tanult meg Dávid uralkodni? Where did David learn to rule? Először is a pusztában a birkák mellett. First in the desert with the sheep. Ugye elmesélte, hogy amikor jött az oroszlán és elvitte egy bárányt, ő elment és visszahozta. He said that when the lion took a sheep, he went after it and brought the sheep back. Dávid megtanulta, hogy Istenben van mindenre ereje. David learned that he had strength in God for everything. Aztán tanult pusztában a menekülés közben. And then he also was learning while escaping in the desert. Megtanulta, hogy Isten az ő pajzsa mindig. He learned that God was his shield all the time. És Isten ígérete be fog teljesedni majd. And that God's promise would be fulfilled. Ezek a puszták, ezek nem tartanak örökké. These desert seasons don't last forever. Isten megengedi nekünk, néha tényleg kivisz minket a pusztába, de azért, mert célja van vele. God allows them, and sometimes he takes us to the desert, but he has a purpose. És egy utolsó igeversre fejezném be, aminek a jó helyes fordítását a Károli adja vissza elég jól, úgyhogy abból fogom olvasni. And I'd like to finish with one last verse. Ezért íme csalogatom őt, ez Hozsás 2:13-14, bocsánat. Hozsá 2:13-14. Ezért íme csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. És onnan adom meg neki az ő szőlőjét, és az akorvölgyét, a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett kijövetelének napján. Szerintem ez egy olyan jó ígéret. I think it's such a good promise. Amikor ezekben a pusztákban vagyok, mindig elém jön ez az igevers. When I'm in these deserts, I'm always reminded of this verse. Azért, hogy Isten emlékeztessen, hogy valamit szeretne most nekem mondani, azért vitt el engem a pusztába. So that God would remind me that he took me to the desert because he wants to tell me something. Nagyon, nagyon is tudom, nem csak hiszem, de tudom, hogy ezekben a puszta időkben, amikor várjuk, hogy újra együtt legyünk,
And I know full well that in these desert times when we're waiting to be together again. Nagyon sokaknak nagyon különleges módon igenis szól Isten. God is speaking to many in very special ways. És újra és újra mondja, hogy a szívedre akarok beszélni. And he says it again and again that I want to talk to your heart. Úgyhogy arra szeretnélek kérni benneteket, hogyha van valami imakérésetek, ahogy mi segíthetünk ebben a pusztai időszakban. So I would like to ask you if you have any prayer requests which we can help you in these desert times. Akkor kérlek, hogy küldjétek el a weboldalunkra ezeket az imakéréseket, és több imacsoport imádkozik értetek. Send them to us on our website and there are prayer groups to pray for you. Álljunk Isten előtt és Istenen a kősziklán. Let's stand before God and on him as a rock. És mielőtt imádkoznánk, csak szeretném megköszönni az adakozásotokat. And before praying, I would like to thank you for your donations. Köszönöm az engedelmességeteket, és ez egy nagyon fontos dolog Isten előtt. Thank you for your obedience, and that's a very important thing for God. És így kérünk is benneteket, ha Isten indít, hogy segítsd ezt a szolgálatot, akkor tedd meg. So we're asking you that if you feel God leading you or stirring you up, then have this ministry. Megteheted a weboldalon keresztül. You can do it through the website. Az adományozás résznél, PayPal-on keresztül. At the donation section through PayPal. Illetve, hogyha beszeretnél jönni ide a gyülekezetbe, így napközben 10-től 4-ig, 5-ig szoktak itt lenni azért emberek. And if you would like to come to the church, usually during the day there are people here from like 10 to 4 or 5. És be fognak engedni, és a régi módon bedobhatod az adakozásodat a dobozba, ha akarod. Just put your money in the box if you want to. Szóval csak szerettem volna megköszönni. So I was just going to thank you. Imádkozzunk most együtt, zárjuk be így ezt az alkalmat. Let's pray together. Mennyei Atyán, köszönjük neked Dávidnak ezt a fura történetét. Heavenly Father, thank you for this strange story of David's. És köszönjük azt, hogy látjuk, hogy te vezeted a te embereidet. And that we can see that you are leading your people. Arra kérlek, hogy vezess minket is így. I'm asking you to lead us like that. És újra imádkozunk azért, hogy hozd gyógyulást a világnak. And we are praying again to you for bringing healing to the world. És arra kérlek, hogy így lepj meg minket, hogy hamarabb lecsengjen ez a vírus dolog, mint ahogy gondolnánk. And surprise us with bringing an end to this virus season sooner than we would think. Csak benned van a reménységünk. We have our hope only in you. És nagyon szeretünk téged. And we love you. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. Amen. Nagyon jó estét kívánunk nektek. Have a very nice evening. És Isten áldjon benneteket. God bless you. Vasárnap újra találkozunk, remélem. See you on Sunday again, I hope. És folytatjuk az apostolok cselekedeteit. And we'll continue with the book of Acts. Ott is egy érdekes athéni történettel jövök majd. It will be an interesting story in the city of Athens. Sziasztok. See you.